szerintem mindannyiunk, akit a Indomúzban vadásztak ki a Supermében a magyar kultúra alapján, Olaj György festőművész kiállításának alkalmából. Külön köszöntöm a festőművészt, és tiszteltel felkérem Bácskai Bert a festőművészt, hogy megyek a kiállításokat. Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévőkkel! Ma a magyar kultúra napján sokakban sokféle gondolat fogalmazódik meg, mivé vált-e hagyomány. Mindnyájunkat sodor a mindennapok megmondóinak szándéka és annak erőszakossága. Nemzeti hagyományainknak bizonytalanná tétele gondolatiságunknak újra uniformizálása, múltunk történetiségünk délbeadása, vidék és falu felejtő pénzétett hontalanítása. A Kárpát-haza értelmiségének úgymond Európába való kényszerűsítése. Nehéz időszaka ez a magyar kultúrtörténetnek. Viselői megosztva, de figyelve a jövőre, ma is ellenállnak. Itt ebben a kisvárosban, örülve minden új kezdeményezésnek, szintén igyekszünk ellenállni a magunk módján, nincs más lehetőségünk a fennmaradásra. Ez a kiállítás is az értékteremtés és a hagyományok tiszteletének jegyében született ma, a Magyar Kultúra Napján. Ajándék ezt Úrkever város közönségének, a Finta Múzeum jó voltából köszönet ezért. A kortárs magyar képzőművészet igen sok képviselője feledve a nemzeti hagyományokat, elindultak a globális üzleti Európa felé, hátrahagyva módjukat. Persze itt Úrkevén nekünk ez csupán őszintén hangzó riadalom. Minden kiállítás megnyitó szól a művészről, hogy mikor, miért és hogyan született, hol tanult és mivé vált. De ilyenkor mindig elvész a művész által teremtett önvallomás, amiért születnek és elmondanak rólunk mindent a művek. Most ez ne így történjen, hiszen jól ismerik Úrkeve város közönsége Horváth Györgyöt. Figyeljünk inkább vizuális nyelvére. Egy művész éjszakákon, nappalokon keresztül szenvedi ki önvallomását. Sokunknak minden kép egy önvallomás, egy felmutatás lelkiségünkből. A legteljesebb színvallás. Hiszen a létrehozott képek, szobrok túlélnek bennünket. Gyermekeink, unokáink bennünket fognak keresni majd a képeken. Tehát több, mint felelősség, egyszerűen szólva, ami a legfontosabb életforma. Sokan gyötrődve csinálják, többen vállalják, sokan cinkosan elhaladnak a művek és maga a gondolat előtt. Van, aki tőmondatokban gondolkodik, van, aki filozófikusan elbeszélő, van, aki gondolkodtat, van, aki bölcsen kijelentő. Azt hiszem, Horváth György eddigi munkássága minden egyállításnak megfelel. Gondolatiságában tematikus ez a kiállítás. Sokan mondják, hogy akár két mű is elég egy kiállításra. Egy a mű, az igazán önvallomás. A másik igazolja a művet. Persze a mindennapok gyötrődése nem engedi meg egy művész számára, hogy egyszerűen ennyi legyen a kultúra gyakorlása. A mában igazán ritkán adódik meg egy-egy művész számára, hogy felmutatást eszközöljön, művei bemutassa mindenkinek. Teátrálisnak tűnhet sokaknak ez a kiállítás, hiszen a rejtelmes fényben figyeljük egymást, és egymással együtt a képeket. Bizonyára sokunk rájött arra, hogy ez a kiállítás a fényről szól. Ma egyre aktuálisabb a fényről gondolkodnunk, hiszen elég régen szürkület vesz körül bennünket. Ez a szürkület igénytelenséget teremtett, a művészeknek a művészek a műtermekben dolgoznak többnyire, úgy, mint a könyvtárban az olvasó. Valójában nem tisztem méltatni, magyarázni az itt látható műveket, hiszen
elfogultságomból következően nem is tudnám igazán ezt megtenni. Azonban boldogít látványi. Boldogít, mert őszinték, tanítók, filozofikusan bensőségesek, a mában gyökereznek, ugyanakkor határozottak, tudományosan elbeszélők. Tehát tanítók, mint minden jó művészet. Emlékeztetnek az őselemek világunkat összetartó folytonosságára, szinte minden mű. Például a Négy című kép, vagy a Süsfelnap, mely a népművészet elemeiből építkezik, hogy a reménység, a Remény című alkotás fényoszlopa, amely talán a mi kis hazánkról szól, Mária országáról. A Halom című mű, Páva szeme, és a háttérben emelkedő Kunhalom nemzetünk örök szabadságvágyát fejezi ki. Horváth György képeinek fényoszlopai, mint mondottam, a szabadság vágyakozásáról vallanak, a hitről, a fény felszabadításáról. A Madár című kép, a Sebzett Madár című kép a napi egyenlőség valóságába bújtatott nemzeti hagyományainkra utal. Ezek a hagyományok és az itt mutatott motívumok a székely kapukon is megtalálhatók. Végezetül az ige, amely szinte keretbe foglalja ezt a kamara kiállítást. Így aztán ma a Magyar Kultúra napján Horváth György megajándékozott bennünket. Köszönettel veszük ezt az ajándékot, mert ez az ajándék a jövőt segítheti. Get your